Hölgyeim és uraim, a kitüntetés alkalmából a Magyar Rádió meghívta a hangszóró elé Babits Mihályt. A költő engedett a kérésnek, hogy röviden tájékoztassa a magyar hallgatókat az olasz műveltséggel való kapcsolatáról. Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni? Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mintha ködön át láttam volna valami gyönyörűt. Úgy éreztem, nem bírom ki, hogy eredetiben meg ne ismerjem. Megszereztem a könyvet, s kommentár nélkül, nyelvtudás nélkül, egy rossz szótával próbáltam kiámozni a csodálatos sorok értelmét. Nem sokára fordítgatni kezdtem, itt is, ott is, csak úgy magamnak. Szinte azért, hogy a magam számára közelebb hozzam. Szinte csak azért, hogy jobban megértsem. Boldog örömmel éreztem egyre jobban és jobban, hogy édes hazai nyelven megbírja a Dante hatalmas szárnyalását, visszhangozni tudja a zenéjét. De hosszú esztendők teltek még el, míg megfogott a vakmerő gondolat, a felszaporodott töredékeket teljes magyar Dantévá egészíteni ki. Ez a gondolat több mint egy évtizedre rabbá tett, s ez az évtized, mintha nem is munkában, hanem lobogásban telt volna. Dantének még fordítása is az alkotás hatalmas élményét adja. S milyen a kapcsolatod az új Itália szellemi életében? Az olasz irodalmat eleinte csak Dante kedvéért kezdtem tanulmányozni. Először jóformán csak azt olvastam, ami Dantéval összefüggött. A kommentárokat, a Dante irodalmat, Dante közvetlen előzőit, a középkori olasz költészetet. Mert Dantéból már nagy és gazdag múltárad a jövőbe az egész középkori, sőt az egész ókori latin kultúrának csodálatos múltja. Igazad van abban, amit mondottál. Az olasz irodalmat mindig az egész latin kultúra összefüggésében láttam. Ami igazában a földközi-tengeri kultúrát jelenti, melynek még mi magyarok is növendékei és részesei vagyunk. Milyen öröm volt felfedezni aztán, hogy ez a pompás és otthonos latin kultúra, a Vergilius és Dante kultúrája nyelvben és hagyományokban is diadalmasan él tovább mindmáig, megszentelt régi hazájában, a tündéri Itáliában. Kik érdekeltek az újabb olasz irodalomból? Természetesen elsősorban a költők, a leopárdik, a paszkolik, akiknek már neve is és említése is jelképezi az olasz és latin kultúra egységét és töretlenségét. De érdekel maga az egész olasz irodalom gyönyörű folytonosságában, maga az olasz nyelv ősi és örök fiatal zengésében, a latin szavak zengésében, melyek szinte épp olyan otthonosnak érzek, mint a magam nyelvének zengését. Szeretnék még jobban benne élni, mint amennyire ma benne élhetek, s remélem ez a Sanremo-i tavasz megint közelebb hoz Itáliához, az olasz irodalomhoz és az egész mediterrán latinsághoz. Emberileg és irodalmilag foglalkozol-e még Dantéval? Csak a napokban dolgoztam át fordításomat egy új kiadás számára, mely összegyűjtött munkáim sorozatában jelenik meg. Emberileg pedig sohasem állt még a latinságnak ez a nagy balnoka oly elevenségben és közelségben előttem, mint manap. Az olasság egységének nagy költője, az emberi egység költője is, a katolicizmus nagy költője, és nem csak költője, hanem egyúttal harcosa. Az ő szenvedélyes és nemes állásfoglalása az emberiség politikai vajudásaival szemben, s minden poklokat megjárt, s minden magasságokba fölemelkedő embersége ma többet mondhat nekünk, mint valaha. Szóval mindenképp lemegy Sanremóba. Mindenképpen le szeretnék menni. Hosszú betegségem óta ez lesz az első nagyobb útam. A meghívás egészen váratlanul ért. Az embert ritkán éri a váratlan öröm, az ilyesmi mindig úgy hat, mint a tündérmese. A tündérmese azonban csak ott válhatik teljessé, a gyönyörű Sanremo tavaszi pompájában.